nagyon fontos volt, hogy azokat a területeket érinti, ahol részben már az előbb elhangzott, amelyek a mai napig mind a világban, mind Magyarországon a vezető halálokkal között vannak. A szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a rossz indulatú daganatok egyértelműen ezek okozzák a legtöbb halálesetet világszerte. Különösen amiatt, mert az érintettek későn fordulnak orvoshoz, vagy későn kapnak pontos diagnózist állapotukról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban most 4 területen, az onkológián, a kardiológián, a sebészeten, valamint a patológián javulnak a gyógyításhoz és a pontosabb, gyorsabb betegség meghatározáshoz szükséges feltételek. Az onkológia részén, hogy elindultunk a patológiai osztálytól, ahol a szövettani vizsgálatok történnek, ahol effektíve szövettanilag is igazolásra kerül, hogy sajnos ez egy rossz indulatú daganat, vagy adja a jó Isten egy jó indulatú daganat, ezért ott egy komor szoftverfejlesztés történt, ami elhangzott a további minőségi diagnózis lehetőségét adja számunkra. Mentünk tovább ezen az úton, ahogy a beteg is megy az úton, a műtéti megoldás tekintetében, ott egy nagyszerű új Magyarországon még igen kevés helyen található készülék került beszerzésre, amely domináló májdagatok ellenőrzése terén nyújt egy újabb színvonalat a sebészeiténk számára és a betegek számára egy betegbiztonságot, és folytattuk ezt az utat az onkológián, ahol pedig már akár a műtét előtt, vagy a műtét után megkapják a sugárterápiás, vagy a kemoterápiás kezelést. Most a sugárterápiás ellátásunkat fejlesztettük. Erfán József, az onkoradiológiai osztály vezető főorvosa azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a daganatos betegek hosszú távú életminőségén tudnak javítani. Van egy tüdődaganat, ami ilyen pici, és akkor csak a sugarazza meg, és az épp tüdőszövetet meg kimélje. Mert ha másikkal csinálnám, akkor lehet, hogy a daganatot biztos, hogy eltalálom, de egy olyan tüdőfibrózis, tüdőhegesedést okozok, hogy az elkövetkező életben a betegnek ez fog panaszt okozni. És itt jön az óriási különbség. Én azzal is eltaláltam a daganatot, de milyen áron. És ezzel a lehetőséggel meg csak azt találom el, amit kell. A lehető legmodernebb röntgen készülékkel gazdagodik a 3-as számú belgyógyászati osztály kardiológiai részlege is. Kőszegi Zsolt osztályvezető főorvos azt mondta, az új eszközök segítségével a szívkatéterezés bonyolultabb beavatkozásait is el tudják végezni a jövőben. Egy korszerű új röntgen készülékkel a két asztalon folyamatosan el tudjuk látni a betegeket, az akut eseteket ugye azonnal, a katéterezésen kívül a pacemaker beültetést is tudjuk végezni, és az új röntgen arra adhat lehetőséget, hogy a még jobb felbontása, minősége a korábbiaknál akár bonyolultabb beavatkozásokat is lehetővé fog tenni. Itt gondolok arra, hogy vannak olyan koszorúja szűkületek, amiket hagyományos balon és stent beültetéssel nem lehet kezelni, és speciális eszközökkel igen, és egyedi finanszírozás alapján egy úgynevezett rotablációs fúrókészülékkel, vagy egy érembelüli lökéshullámkezeléssel ezek is kezelhetővé válnak. A több osztályra, így a patológiára is kiterjedő komplex fejlesztést csaknem 800 millió forintból valósították meg a vármegyei kórházban.